NB1-s piros csoportos kosárlabda meccs a házigazda Budapok és a Miskolci Egyetemi Atlétikai Futballklub között. Nagy szeretettel köszöntöm kommentátor társamat, a Magyar Testnevelési Sporttudomány Egyetem média szekciójának vezetőjét, a sokoldalú sportembert Borhi Mihályt. Első kérdés, Misi, kicsit megfogyatkozva tartalékosan a Budafok, jó formában levő Mea Smith-Pálca találkozótól. Nagy-nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, illetve köszönöm a megtisztelő felkonferálást is. Mit várok a mérkőzéstől? Egy pikáns találkozót, ahol alapvetően a Meavc érkezik jobb formában, de a hazai porondon sokkal ütőképesebb Budafok, bármikor bármire képes lehet. Igaza, ahogyan te is mondtad, megfogyatkozott kerettel állnak fel majd a 22. kerületiek. Én egy izgalmas mérkőzést, egy nem lefutott mérkőzést. Te mit vársz? Én is így érzem, hiszen ez egy nagyon régi párharc, már a 90-es évektől NB2, NB1-B hívhatták akár, hogy ez a két gárda mindig sziklázó meccseket hívott, dacára annak, hogy jó barátságban vannak, kimondottan kedveli egymást a két egyesület is. Egyébként Varga Zárai Kata munkáját Gál István és Kér István segíti, ők a játékvezetők. És Cseres Riádot hiába keresik, a másodedző elköszönt a Budafoktól, elváltak útjaik, sok sikert kívánnak Cseres Riádnak, és mi is köszönjük az eddigi munkáját, és az, hogy néha a mi munkákat is segítette, mint kommentátortán. Két hete, amikor egymagam voltam itt, és a kaszások ellen láthattuk a budafoki győzelmet, a második fél időben feltámadott a 22. kerületi csapat. Szerintem azután valami áttört, és hogyha ezt a lendületet tudják tartani hazaiak, akkor megnehezíthetik az alapból esélyesebb Meavc dolgát. Ebből együtt most Kozák remek pontjával 4-2-re vezet a Meavc. Nagy teher hárul a budafoki játékosokra, ugye heti 1-2 edzéssel szemben, heti 9 edzéssel, és azért ez nagyon sokat jelent, de ebben együtt a képességek megvannak, amíg erővel bírják a budafokiak, addig biztos mindent megtesznek. Csiklós, egy újabb csiklósos befordulás, aztán Dormán, ez már szabálytalanság, Dormán nagyon sokat fejlődött a Vasasban, nagyon jó volt Budafokon is, és ha így fejlődik tovább, akkor nagy értéke lehet a magyar kosárlabdának. Hát ne felejtsük el, honnan indult, innen Lados Erik, és most az NB1-ben játszik. Kevin Spencer! A születésnapot gyönyörű betörését láttunk, amely betörést még a rendőri erők is megtapsolnának. Lucy Kiren nagyszerű labdaszerzése és betörése, nagy passz és gyönyörű szép Lucy Dormán akció. Én meg kell dicsérjem Lucy Kiren, ez a fiú tényleg Ladoseri nyomtokaig halad. Egy rendkívül tehetséges, ügyes játékos, és ami fontos, fiatalkor ellen nincs elszállva magától, ami azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgok egyike. Nézzük a Kozákok akcióját, és az első tripla, amely nem megy be, Tulcs is leszette, ismét Lucy Kiren. A Lucy nem női név, hanem egy ír férfi név, csak úgy ejtik, úgyhogy miért bárki... Így van, és tőzsgyökeres kerületi a játékos. Igen. Szép akció, Siklós! Siklós az a játékos, aki minden helyzetből kifagyja a testhelyzetből, és pontokat dob. 9-4, kicsit meglepte azt hiszem a Meavcot a Budafok. Én is így gondolom. Agresszíven játszanak, jó, védekeznek. Ebben együtt most nincs könnyű dolguk. Nem vállalt el a triplát, ho-ho! Szép pont, de én azt hittem, hogy Cirbus el fogja vállalni. 50%-os tripla dobó, ugyanis Cirbus. Egy nagy betörés, jó labda, Lucy Kiren, óriási játék. Megint a Dormán Kiren páros. Nagyon érzi egymást ez a két rendkívül fiatal fiú. Érdemes rájuk figyelmesen. Ebben a rugókban nyugvó csuklóval megszerzi. Megint a Lucy Dormán kettő. Szép szerelés volt, ami szép, az szép Cirbus. Nyugodjunk meg, mondja Kozák, igaza van. Nagyon jól kezdett a Budafok. 11-6. A budafoki fiatalokon semmi nem múlik, ők mindig szurkolnak. Nagy pad, Cirbusra elfelelkeztek, odaütött bizony. Jogos, helyzet volt. Egyértelmű pad. Nézzük Dormán, Svensson. Egy az egyből nagyon nehéz megállítani, gyönyörűen fordul be. Kevin Svensson a Szelecsváros Chicago ütötte. Elég kevés most a budafoki játékos, ott a fiatal Szontág, úgyhogy nagyon sakkoznia kell az emberekkel Károlynak. Svensson, gyönyörű volt. Kevin Wade. Tóth. Nagy labda. Nem vállalt el az ágra. Hatalmasat emelkedett. Tulcsics.
Jól védekezik a Meac, de Svensson elszabadul. Megoldja egy az egyben, megbizony, és megkod. Most megverte Pintér. A Szület és Tapos jól játszik. Nagyon jó meccsen van Kevin Svensson. Mint kés a vajban. Kozák Marci pedig nagyon kérte azt a labdát, és dühöng is, hogy... Ez gyenge, igen, ez gyenge megoldás volt bizony. Kétszer is lehetett volna neki jogosan dühöng Kozák. Igen, de tovább kell lépnie, fel kell zárkózni teljesen. Tulsicsa nagyon vigyáznak, de ez nagy passz volt Kirennek. Ez meg egy gyönyörű tripla. Lüsszi Kirenn József. Kérem szépen, ezt Dublin külsőről dobta, és onnan is bevett. Összpontosítása bezúzza, és némi szerencsével... Látok vagy, ne haragudj! Igen. Na nézzük akkor Tóth Bencét. Elvállalja. Ó, és be! Bátor volt. És ez most nagyon és nagyon szépen. Kiütötték a kezéből, de Piukovi. A szervér. Nagyon oda tette, nem volt egyébként szabálytalan. Ez sem volt jó dobás. Dobás biztonságban azért vannak gondok mind a két oldalon. Ez viszont egy jó taklátszó tripla, az is hozzák Bertalan. Nagyon szép volt, olyan atletikus mozgással osztotta. 21-20, egy ponttal jött fel a Miskolc. Tursic. Kirenn. Szántó. Hóri Horvás. Megcsinálja. Kitudolták a kezéből. Gyönyörű Svensson szerelés. Fel is örül a csarnok. És Kozák a szabály. Azért erre nem számítottam, hogy ennyire jó lesz az első negyed is, de hát pezseg ez a 22. kerületi katlan. És megint Tóth. Gadus keresztbe, Kozák. A másik Kozák. Ők értik egymást. Nagy labda! Gyönyörű pont Kozák Márta. Egy pont, amely Meac hátránya. Az ominózus egy pont, amit lehet növelni most e támadásba a Budapoknak. Tulsics! A szokásos Tulsics tripla. 26-22, Gadu. Nagy szerelés volt, csak kimegy a labda. Tulsics Krisztián halászott mester ilyen. Egy jó védekezéssel ellépett ellenfelétől a Budafok, de Lippai az öreg harcot bezúdítja a labdát. 26-24. Végigjátszhatja úgynevezett egy labda a Budafok előtt. Nézzük ki, ez kihegyezve a végrehajtás. Ne, azt nem fog faltolni. Tulsics ott Kozák fogja, nehéz. Mint egy Jack Lepkét próbál, hát mégis szabálytalanság. Kozák mondja, hogy hát sporttárs, én bizony nem hibáztam. Ez nagyon kell most Tulsicsnak, hogy a lelke is megnyugodjon itt a hajrában. Bedobta. 5 másodperc. Tóth. Nagyon gyorsan érnek fel. Lesz ebből. Gyönyörű. 27-26. Innen folytatjuk. Rendkívül izgalmas volt. Jövünk a második negyeddel. A Meavc szerintem ténylegesen jobban támaszkodhat a bővebb rotációra, és a végjátékban fel tudják örülni a Budafokot, hogyha mondjuk elszáll el ez a jó lendület. De egyelőre a Budafok jobbnak, egy hajszálnyival, de jobbnak tűnik erre, pontosan jó igazolás Svenssonnak a két pontosa. Csodálatos Svensson pont, tripla. És a budafoki rákfene a büntető egyébként, igen. Hogyha megnézed, 62%-os volt, és a Meavcnak 85. Piukovics gyönyörű pontja, Budafoktál mindig sarkalatos pont volt. Mindig, de ez a mérkőzés további részében hosszú távon egyébként, ha nem javul, ez probléma lehet, hogyha ilyen nagy különbségek lesznek, de jelenleg 5 ponttal vezet a házigazda. Megérdemelte. Meglátjuk, egy jó befordulás Kozák, és nagyon szépen varázsolta a gyűrűbe a labdát Kozák Bertalan. Egyébként Svensson már 11 pontos. Igen. Ő most jelenleg a legértékesebb játékosa. Piukovics szépen harcolta ki a dobóhelyzetet, de nem. Az első tripla után 3 sorozatban, ami nem megy be. Kozák Mártoné viszont bemegy. Gyönyörű tripla. Nem, Piukovicsnak egyébként nem volt sikeres triplája. 4-0-val áll. Egyelőre az elején azt mondtam, nincs jó tripla formában.
A Meaus most talán kezdik megtalálni. Svensson nagy bejátszás, Szántó előszörre kiadja, másodjára bedobja. Ebben minden benne van. Ellentmondás nem tűrően zsákolta, mert düböl Szántó levente. 33-31. Tóth. Nagy védekezés, Dormán. Beállt a fiatal Sándor Bence is. Kozák. Félelmetes. Fordult. Pintér. A Measzban. Pinyó a pályán. A Measzban beállt, és nézzük, jó teljesítmény nyújtott, amikor lehetőséget kapott. Tulcsics. Jó, a büntetőzött is. Svensson. Kirem. Tulcsics. Dormán. Dormán, 3 másodperc, Dormánnak el kell válni. Micsoda mozdulat, Dormán Bazsi! A fizika összes törvényeit meghazudtolta. Bravo! Nagy pont, Kerőcs, Kozák Márton. Tulcsics. Ez nagy párharc. Akárki fogja Tulcsicsot, nincs könnyű dolga. Dormán, nagy passz, Svensson. Onnan el szokott indulni, most csak elvállalja. Újabb sikeres középtávol. 37-33, hát Svensson eddig azt hiszem 13 pontos. MVP jelölt eddig, hogyha ilyet mondhatunk. Igen. Sándor, teljesen tiszta dobóhelyzet, gyönyörű triplával. Szét is teszi a kezét a srácok. Igen. Tőlem ez alap. Kell Sándor ez a magabiztosság. Sándor Bence is fiatal ember. 37-36, egy rendkívül változatos, izgalmas negyedben. Tulcsics újabb triplája. 40-36. Már ennyire az elején is. Hát bánhatja, aki nem nézi, kedves nézőink, mert tényleg remek megoldásokat láthatunk. Sándor, ez nem ment be. Nagyszerű labdaszerzéseket, csodás betöréseket. Jó hangulat van, és jó játszik mind a két csapat. És még nagyon messze a vége. Hát, nagy labda! Oho! Szántó! Váci mester őszhajszálai megszaporodtak, Velkei nem vállalta. Kell pedig most egy... Nagy játék! Pint! Leszedi a saját dobását. Hát mit tudott kihagyni? A derék pintén, és aztán Szántó csapkázik. Ezek budapoki percek. Bizonyám, hogyha ez nem megy, akkor időkérés lesz. Óriási! Óriási Dormán szóló, felrobban a csarnok. És Lipait be is küldi Váci mester. Hú, hát... Neki igen. Van igazam. Tóth. Jól fogták meg, de a kiosztott labda is jó, és a tripla is jó. Dormán. Svensson. Ott volt. Talán egy másodperce a hely, de nem indult el. Most indul Kevin, és bezárt. És ő is betömi. 47-39. Harmadik zsákolás a budapoki oldalon. Igen. Lélektanilag ezek ilyenkor nagyon igen, ez lelkileg sokat jelent nekik, és demoralizáló. Hát nekünk is nagyon sokat jelent, mert imádjuk ezt nézni. Igen. A Lipai egyébként, a Lipai horgok azok félelmetesen gyönyörűek, ez most nem sikerül. Svensson, megállíthatatlan. Elképesztő az őserő. Váci mester, ezt nem... Váci mester 2600 fokon ízik, és nem hiszi el, hogy egy ember harmadszor csinált bohócot belőlük, mondja. Igaza van, de Svensson ma nagy formában játszik, azt hiszem. Ma is, és a szezonban is nagyon ügyes. 16 pontot átlagolt eddig. Ha csak a másik oldal úgy próbál majd dominálni, hogy eloszlik szépen a pontoknak a számot. De szerintem valaki elő fog lépni a második fél hát biztos, időben a Miskolctól. Hát olyan játékos anyagból valaki erőre lép. Hát és ha tippelhetnék, Kozák lesz a vezeték. Nagy labda, Szántó megint! Dormán Balázs! Még sok van az első fél időből is. Tóth és Dormán. Nagy meccs. Velkei. Cirbus. Szép. Cirbus emberrel egy... Cirbus volt, bocsánat. És emberrel egy bűt. És fontos pontot, igen. Gyönyörű megoldás. Fiatal. 53-41. Kiren. Dormán. Lüssi Kiren és Dormán is eddig a zseniális eddig ezen a meccsen amúgy. Két jó irányító párharca. Tulcsics elvállalja, elbizony. Miért ne vállalná? És bedupláztta a kisember, Lüssi Kiren. 14 pontos budafoki előny, na erre nem gondoltuk volna. Lipai, mint egy bölcselek Rozmár leosztotta ott a labdát. Ez a lepattanó megvan. Lüssi Kiren szépen hozzá át, 3-1.
és Dormán nem kapott jó labdát. Ezt elidegeskedték a fiatalok. Nyugi van, mondja Károly Máté, van még 10 másodpercünk, van már egy kicsit több. Most van 10, Tulcsics. Alig 2 nagy labda, Rüssi, nagy írka firka. Gyönyörű játék, Szántó Levente. Palánk alatt megállíthatatlan. Elképesztő. Mint a lézersugár, úgy szúrták át a Meavc védekezését. Egy tripla, ez nem jó. Tulcsics. Ilyen szereplő is a szünetre menni. Máté is, meg Váci mester is. Maximalista edzők, de milyenek legyenek? Lippai! Na, amit mondtam neked, öreg, Lippai. És neki nagyon kellett ez, illetve csapatának. Amikor kell, akkor megvillan. Nagy betörő, Dormán, óriási kapott. És össze is gyűlt az 5. Miskolci hiba. Kozák Bertalan. Elrepült Dormán Balázs, mint Rézuó Fülük Jimmy pofonjaitól, egy nagyon rossz kísérlet. El kell dobni Turcsics. Rá fogja vállalni Turcsics. Nem. Nem sikerült. Cirbus. Cirbus a legeredményesebb játékos. Nagyon jól kapott bele Hajnal az átadásba. Egyébként Hajnalt már többször figyeltem. Nagyon sokszor azért is kedveli Károly Máté. Jó dobásai mellett a mezőny munkából is kiveszi alaposan a részét. Sokszor úgy nem nagyon eltűnik a mezőnybe, de ott van a védekezésben is, és ez nagyon fontos. Például most is. Most is. Kozák Bertalan szétteszi a kezét, Hajnal remekül védekezett. Hajnal és Szántó mellett ott ezt megoldani elég nehéz hát ez lehetett volna. Felett. Úgy is jönnek játékosok a Budafokban, nem az anyagi előnyökért, nem azért, hogy bajnokok, hanem mert egy hihetetlen jó lokálpatriota közösség. Így alapul. Van, de ugyanez a Miskolc. Így van, szintén nyugodtan elmondhatjuk. Pont az ilyen mérkőzéseket nagyon-nagyon szeretjük. Tulcsics elképesztő! Tulcsics, hogy dobta be Tulcsics? 3 sikeres triplájával 50%-kal értékesíti a távoliakat. A Budafok Larry Bird-je tényleg, azt kell mondanom, mert... Hát mai este mindenképpen helytálló. Megint egy odakapott labda. Itt viszont Cirbus. Na nézzük a pont király, mármint a Meavc oldalán. Igen. Ez nagyon kellett. Tóth. Nagy szlalom. Cirbus. Lippai onnan ő el szokta vállalni. Most nem megy be. Pontatlan volt. Pedig szabadon volt Lippai. Igen, Lippai Szabinak ez nagy, az ő távolsága, de most nem. Dormán, a fülge Gyuszi. Hajnaltól kapta vissza. Svensson a büntető vonalról. Na, Svensson bedobta azt, amit Lippai nem tudott. Igen. 66-47, kérem szépen. És Svensson 20 pont felett jár, 21 pontos a légiós. A dupla-dupla meg lehet. Már meg is van? Meg is van. 10 lepattanója van. 10 lepattanó és 21 pont, ugye? Igen. Ez az első igazán elrontott dobása volt Cirkus Józsefnek. Tulcsics beleáll, hát persze, hogy beleáll. És persze, hogy bedobja. Elképesztő. 4/6 69-47. Hát ahogy te mondtad, Budafok Larry Bird-je? Igen. De. Volt olyan meccse a Budafoknak, amikor Tulcsics remekelt, és még a csata edző volt, itt ültek a csata lányok, Lelik Réka, Horváth Betty, akik nem gyenge tripladobók, és ők is elhűve látták Tulcsics fantasztikus alakításait, úgyhogy... Dormán rá is olyan tripla, Dormán! Elképesztő budafoki tripla zuhatal. Muszáj az időkérés. 72-47. Elképesztő. Innen most nagyon nagy váltásra lesz szükség, mert a Meavc oldalán, ha akarnak valamit ettől a mérkőzéstől, már pedig miért ne akarnának? Hogy nem azért utazik az ember ennyit, és nem azért dolgozik hétről hétre. Akinek nagyon nehéz. Nem életem egy cse. Nagyon nehéz helyzetben van a Meavc. Nagyon, nagyon. De Tóth. Próbálkoznak, mindent megtesznek, látszik a miskolci srácokon is. Gyönyörű! Ez nagyon szép nagyon volt, dicsérjük meg Cirbust. Sándortól már láthatunk 2 sikeres triplát. Igen, de utána Szántó kezéből kivenni reménytelen vállalkozás. Dormán. Svensson. Leültette Dormán, Kozák Marcit. De rövid, de bent van! Dormán Balázs! Csodálatos tripla. Elképesztő, 75-51, Dormán Balázs. Nem csak asszisztok, hanem most már tripla is. Tóth, Kozák. Megpróbálja vállára venni a csapatot. Cirbus szedi le. Szépen csinálta, de kieték a sajtosságban a kezébe. Dormán 3 emberen keresztül. Óriási szóló, Dormán Balázs. Szép is teszi a kezét. 77-51, jön Pintér. De rendet tesznek a fejekben, és tiszta lappal most kezdi Tóth, Velkei. Svensson nyúlt oda, remekül. Cirbusnak. Cirbus nagyon nehéz dolga van, de megcsinálta. Most ő látszik a csapat a vezérének.
Hajnal, beleáll. Micsoda passz adott. Igen. Bormán a fél időben gyakorolta a triplákat. Ez hihetetlen. Három ember gyűrűjében Kevin Wade, Svensson. Pjukovic. Hó! Micsoda tripla! Honnan adja úristen! Kérdezi, a újpesti dokkok mögül bezúzta. 85-53, elképesztő. A budafoki oldalon. Lépés. És nem szabálytalankodnak a budafokiak. Szimpatikus vesztes lesz a meac, ha ez így alakul, de még van de idő, még van idő, bizony, és ezek a srácok mindig mutatják, hogy sose adják fel. Igen, hát emlékezzenek vissza. Pintér tripla, és ben ott van, Pinyó vezetett. Na kinek adja Tót? Lipai. Pintér, el kell dobnia távolról. Nem sikerült. Pjukovics. Ez meg nem. Kérem és szépen, az... 85-56, eszméletlen negyed elé nézünk. De Pjukovics beleáll a triplába. Rövid. Nem jött össze neki. Nem bizony. Pedig az azt megelőző triplája olyan volt, hogy nem fogjuk elfelejteni. Gyönyörű, Szántó! Normál az, hogy letépik a fejemet, de jövök. Jövök lassabban. Igen, lassan kicsit kaptam egy maflást, de ennyi. Hajnal. Normán, Siklós. Siklós újra a pályán, igen. Pjukovics. Hajnal, Normán, hajnal, elvállalja. Nem dobta be. Nincs szerencsém a dobásokkal hajnalnak. Szerelésekkel igen. Megindult cirbus. Nehéz egy az egy elleni csata Szántóval szemben. Te megoldotta. Siker. A cirbus horog. Zseniális játékot játszik a cirbus. És ő is 21 pontos immáron. Mondtam, hogy nem lefutott a meccs. Ilyen meavc védekezéssel nem az. Ha ilyen agresszíven fel tudnak jönni, és megakadályozzák a budapokat. Pintér ellen támadót fújnak. Pintér mosolyog. Pintér rég mosolyog egyébként a meccset, ha játszik. Ezt nem hiszem el. Váci mester viszont azt mondja a játékosának, hogy igaza volt az ítéletnek. Az is ritka egyébként, amikor az edzők egyetértenek az ellenük fújt ítélettel, de ilyen is nagyon, van. Nagyon tisztán áll hozzá Váci mester is. Fair play híve. Igen. Dorma megverte Kozákot. Megbizony. Kozákot is. Svensson. Rácsapta. Két pont. És egy dobás. Svensson tartatatlan. Nagyot játszanak ezen a mérkőzésen. Ez rövid. 82. Megadták a pontot, igen. Akkor 23 pontos. De baromi rossz volt a büntető. Tóth. Tripla. Nagyszerű Tóth. Nagyon tripla. Nagy szükség volt rá. 82-61. Zárkózik a Mavs, de lassan. Nagyon agresszív a Miskolci védekezés, mondom. Ezt kell kivédeni a budapoknak. Nézd, milyen szorosan fogják ott rendkívül a srácokat. Módon. De Svenssonnal nem tudnak mit kezdeni. 84-61. 25 pontos az amerikai. Kozák Marci. Visszakapta. Velkei leosztja triplára. Sándor rövid, nagyon rövid. Pintér! A kihagyhatatlan kihagyta és kiesik a kezéből. Ez bal szerencse volt. Áthozni is nehéz most a budafoknak valóban. És 41 lepattanót szedett a budafok, 30-at a Miskolc. Ez sok. Sok. Nagy különbség, úgy értem. Svensson. És hát a Miskolc már nem hibázhat, ha megnézed, összegyűlt az igen. Öt csapathibájuk, ami rég sok. Ezt most nem fújták le. Nem. Svensson erre számított. Velkei meg bedobja. 84-63. Pontos így. Úha. Hogy rontott rá Gaduccs? Brutális. Más szintet képvisel ma Svensson. Igen. 8 másodperc. Kevin Bale. Gaduccs meg fogja verni. A budafoki oldalról ordítják is a szurkolók, hogy 100-ig ne álljunk meg, gyerekek. 87. Ha nem is lesz meg a 100, akkor is nagyon nagy eddig parádé, az biztos. Gaduccs. 24 ponttal vezet a budafok. Gaduccs szépen csinálja, de Svensson mellett nem. Nem, az nehéz. Pintér kezéből kiütik. Visszaszerzi Gaduccs, lelkes. Hozzá el kell dobni. Nem megy, az Istennek se Kozák Marcinak. Egyik Kozák se triplázik ma jól. Nem. Normán. Megcsinál. Micsoda szó, Normán Balázs. Most igaza volt, és jó a játék között ítélt, Svensson mosolyog, de ő ért hozzá utoljára. Most is, nem fújnak egyébként ma rosszul a
játékvezetői trióból. Abszolút nem, nem. És nem. Budafokon pedig ez, hogyha ez így elmondható szerintem azért, ez egy alapos revans a zöld csoport döntőjéért. Gadusnak egy gyönyörű szép középtávolja. Gadus, a fiatal srác is megmutatja. Nagy labda, nagyon, nagyon komoly. Gadus állára vette most a Miskolcot. 8-9-67, bizony. Bátran játszik. Szólok önöknek, a két percen belőle kerülünk. Most belül vagyunk, és ott van Dolman. A Dolman Zice. És megcsinálja. 91-69. Elképesztő. Eldőlt a mérkőzés, eldőlt. Ez már biztos. Az aránya kérdéses, ki gondolta volna? Ki gondolta volna? Lippai kezéből is kicsúszik. Igen. Ezre nem adták fel a srácok. Agresszív védekezéssel jöttek ki a másik fél időben, de ma a Budafok. Zeng is a Budafok. Igen. Budafok. Sikló! Nem sikerült. De Piukovics kieszi a sajtot. Piukovics, elképesztő. Miket fordul ez a srác? Hát a legjobb táncklubba is elmehetne. Parkett táncosként. Az ő vére. Elképesztő. Középtávol megpróbálja. Nem dobta be, de Siklózsics visszaszerzi. Dormán, ki más, ha nem? Elképesztő. 93-69. Mennyi ez Dormánban zsinat? 27. pontja. Ilyen a pontjai. Világon. Piukovics. Kadus kiejti, Pintér várja, de nem kapja. Most. Tud ez a fiú, van ereje. Egy támadás, lehet, hogy csak lepatogtatja a Meac, vagy pontot akarnak. Szerintem Gadus lepatogtatja. Pattogtass le, mondja Váci mester, nagyon sportszerű. Rá fogja próbálni. Nem, Gadus elindul. Lippai. Nagyon szimpatikus, hogy nem is. A srácokban még ilyenkor is van tartás. Gadus. Ez már időn túl megvan? Szerintem megvan, ezt még meg kell, hogy adják. A közönség fütyül, mert ilyenkor leszokták pattogtatni. Ó, nem ezért fütyül a közönség, hanem szerintem azért, mert elképesztő budafoki sikert láthattunk. Mi minden mérkőzésen győzelemre kosárlabdázunk, de az előjelek nem voltak jók, de ilyen szituációkban van mindig, hogy valaki ér rá, aki eddig kevesebbet játszott, vagy nem olyan szerepkörben, és ma fantasztikus, hogy milyen teljesítményeket nyújtottak a srácok. Csapatként játszottunk, csapatként védekeztünk, nagyon örülünk a győzelemnek. Congrats, Kevin, and happy birthday to you. What's your opinion about this great victory, about this game? Honestly, I feel like we came together as a team, finally. The crowd helped for sure. Együtt volt a csapat, a közönség hatalmas energiákat adott, és a csapatjáték az fantasztikus volt. Tartható ez a forma, hiszen nekünk azért kevesebb az edzés, kevesebb az összetartási lehetőség. Valóban ugye kevesebbet edzünk, mint a többi csapat, tehát ugye heti ilyen 3 edzéssel dolgozunk jó esetben. De megmutattuk úgy gondolom már a kaszás ellen is, hogy mire vagyunk képesek, jó védekezéssel tudtunk nyerni. Ma ezt hazai pályán ismét meg tudtuk ismételni, úgyhogy azt hiszem, hogy megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, ezt kell folytatni.